Na hát második nap. Megérkeztünk megint az Interzóra, és túl is vagyunk az első tárgyaláson. Most már azért elmondhatom és bemutathatom, hogy a Meet Love az a brand, az a márka, amit választottunk arra, hogy tudjátok használni a termékeiket akkor, amikor elutaztok külföldre. A Meet Love-ról azt kell tudni, hogy német minőség, ez is, egy német cégről van szó, 200 üzletbe szállít nemzetközi szinten, és hát Magyarországon eddig nem volt képviselőjük, míg vagyunk az elsők, és hála Istennek úgy néz ki, hogy az egyetlenek is, hiszen megkaptuk a kizárólagosságot, az exkluzivitást a Meet Love-tól, illetve a bizalmat. Ami viszont nektek nagyon jó hír, illetve amit még mondani kell a Meet Love termékekről, hogy német húsokból van, mindegyik antibiotikummentes, illetve teljesen természetes hús helyi gazdáktól szerzik be a húsokat hozzá, és ezek kerülnek feldolgozásra, majd egyébként hozok is nektek egy videót arról, hogy ez hogyan történik. Először ledarálják szépen a húsokat, aztán összekeverik a többi alapanyaggal, legyen az például édesburgonya, vagy répa, adott esetben egyébként rizs is, de van olyan termékük, amikben tojáshéport tesznek, vagy sörélesztőt, tehát mindegyik így ki van találva, hogy hogyan lesz teljes értékű eledel, és aztán amikor ez az összekeverés megtörtént, akkor betöltik egy olyan bélbe, ami abszolút lebomló, tehát környezetbarát, nem szennyezzük műanyaggal a környezetet, és a végén az egészet meggőzölik alacsony hőmérsékleten, és ez kerül majd egyébként hozzátok a későbbiekben. Több termékcsaládjukat is be fogjuk vezetni itthon Magyarországon, azért, hogy mindenki megtalálja azt, ami nekik tetszik, úgyhogy ennél fogva lesznek teljesen klasszikus vonalak is, ez egy teljesen teljes értékű menü, a megfelelő kálcium, illetve foszfor arányjal, és ezekről azt kell tudni, hogy többféle ízben is majd megtalálható lesz, tényleg a vadnyulastól elkezdve a marhásig, vagy akár olaszosig is, többféle kiszerelésben is természetesen. Aztán van az úgynevezett steakhouse vonaluk, ami abszolút csak húsból áll, és egyféle protein található, ez nagyon jó lesz az allergiásoknak, ebből is milliófélét lehet náluk kapni a kecskéstől elkezdve a szarvasosig is, de ezt nyilván ki kell nektek egészítenetek az utazás során zöldséggel, vagy akár tojáshéporral is, és ezekből tudjátok azért gyakorlatilag összeválogatni a menütkötöket. Ahogy látjátok a képeken is, ezek húsrolládok, tehát nagyon könnyen lesznek adagolhatóak, szállíthatóak a nyaralás során, és szobahőmérsékleten abszolút tárolhatóak, viszont mi azt javasoljuk, hogy azért tényleg ez szobahőmérséklet legyen, lehetőleg árnyékos helyen tartsátok, ne érje sok napfény, ugyanis ezekben egyáltalán nincsen hozzáadott tartósítószer, illetve adaléganyag, az eljárás módja akadályozza azt meg, hogy beinduljon a romlási folyamat, viszont ahogy kinyitjátok majd a terméket, muszáj lesz azért egy-két napon belül ezeket a termékeket felhasználni a kutyátoknak, hiszen azért utána már elég gyorsan fog romlani, hiszen nagyjából, tehát egy 90-100%-ban húsokból áll ez a menü. Úgyhogy ez a nagyon jó hírem van nektek, most én bemegyek és megrendelem a termékeket, hiszen azt beszéltük meg, hogy Viktóriával, hogy ez ma meg is fog történni, és hogy ha ez megtörténik, akkor jövő héten várhatóan megérkeznek a raktárjainkba, addig is pedig majd ti tudtok előrendelni, amit én nagyon-nagyon javaslok mindenkinek, mert hogy nekünk általában az a tapasztalatunk, sőt minden termékünkkel, minden új termékünkkel az a tapasztalat, hogy nagyon szoktátok szeretni az összes újdonságunkat, és nagyon hamar leraboljátok a polcokat, akármennyi új termékkel is, meg mennyiséggel készülök is nektek. Nyilván itt is igyekezzük fölüllőni azt a mennyiséget, amit terveink szerint be fogtok rendelni, viszont nem tudom garantálni, hogy ez nem történik meg, úgyhogy érdemes lesz majd előrendelésben minél előbb lecsapni azokra a húsroládokra, amiket ti szeretnétek majd vinni külföldre, magatokkal vagy akár nyaraláshoz is, hogy biztos, hogy azt a terméket kapjátok meg, és az legyen számotokra elérhető, amire valójában szükségetek van, és ne kelljen megalkudni. És most mi megyünk tovább, nézzük a többi céget, holnap újra és újabb tárgyalás vár ránk. Sziasztok! We'll be right back.
karácsonyra nézzétek, ezzel szórakoztok annyit otthon. Nagyon jó. Olyan barfos menü, amiben van rovar. Mutatták egyébként, hogy mikből ilyen kis picike, kis rovarokból van összerakva. Nagyon durván extrémen allergiás kutyáknak csinálják. Egyébként nagyon sok újdonság van a barfosoknál. Mindenféle ilyen műzlikkel is készülnek például. Aztán vannak ilyen, ezek a barftugók, ez nagyon sok helyen visszaköszönt tényleg ezek a szárított cuccok utazásokhoz, mi ugye ezt máshogy oldjuk meg most. Aztán hát mindenféle válogatások, például ez marha válogatás. Nagyon sok újdonság van, sőt nézzétek, van ami kolbászszerű fagyasztott cucc is van, ez is marhából van. Ez lesz az új 500 g-os kókuszolajatok, mert hogy a Zsirelland megszüntette az 500-os gyártását. Viszont sokkal jobban néz ki.